Sziasztok, üdv mindenkinek, itt egy Robi, pmrradio.hu. Mai videóban a Motorola EVX S24 programozását mutatnám meg nektek, ami ugye számítógép szükséges a programozáshoz. A programozáshoz még kell nekünk egy USB-s adatkábel, egy normál adatkábelről van szó, tehát akár a telefonunknak az adatkábelét is használhatjuk erre, plusz szükség van még a CE157-es programozó szoftverre, meg egy Windows-os számítógépre, de akkor menjünk át a programozó szoftverhez, és nézzük meg, hogy hogy is kell beállítani a rádiót, hogy kell új memória tartalmat fölvenni, és mit kell ahhoz csinálni, hogy az meg is jelenjen a készüléken. Na, akkor induljon a program. Na, itt is vagyunk a programban. Ha sikerült elindítanunk a CE157-es Vertex programot, akkor következő lépés, hogy összedugtuk a számítógéppel a rádiót, a micro USB kábellel, a rádiót bekapcsoljuk, és elindítunk egy olvasást a rádió felől. Tehát beolvassuk a rádió memória tartalmát a számítógépbe. Ez meg is történt, és már látjuk a memória tartalmat. Elég sok minden van itt, de pár alap dolgot megpróbálok elmondani, aztán utána kitérünk a beállításokra is. Tehát, ha mondjuk fel kell vennünk egy új memória címet, és azt szeretnénk, hogy működjön is a rádióba, az hogyan fog véghez menni. Itt oldalt a list feliratnál tudjuk aktiválni a memória sort. A következő kis táblázatnál pedig látjuk, hogy digitális vagy analóg lesz az, amit mi szeretnénk rögzíteni. Hát én most a digitálist átváltom analógra, ez egy egérkattintás. Ugye a löketet is tudjuk állítani, wide vagy narrow, maradjunk a narrowba, és el tudjuk nevezni a memória tartalmunkat. Mi most ezt nevezzük el Moto 01-nek, de hagyjunk neki egy szó közt, és írjuk át a frekvenciát, és tesztelés jelleggel rakjunk bele egy PMR frekvenciát. A készülék nem PMR 446, ez most csak a tesztelés véget, bemutatás véget van beleírva. Mondjuk a 4-es csatornát írjuk bele. Jó, ha ez meg is van, ugye itt látjátok, a frekvenciánál van az RX a vétel, a TX az adás, tehát akár két különbözőt is tudunk beírni, ha a készülék átjátszó üzemben van használva, akkor a lejövőt és a felmenőt tudjuk állítani. Itt a következő táblázat résznél, mivel analóg memóriát programozunk, ezért ezek a részek nem aktívak, csak a digitális programozásnál. Ha én most ezt átváltom itt digitálisra, akkor azonnal megjelenik, és tudom állítani a digitális módnál a DMR-hez beprogramozható kolorkódot, hogy direkt módot kapcsolok-e. Ugye itt már lehet az átjátszó beállításokat aktiválni, a timeslot 1 vagy timeslot 2 funkciót kapcsolom ebbe, és itt már a digitálisra vonatkozó vételi csoportlistába is be tudom kapcsolni, hogy melyik csoportlistát akarom hozzá rendelni ehhez a memória címhez, de maradjunk még mindig az analógnál, és ezt kapcsoljuk ki, ezzel is szürkül. Az analóghoz hozzá tartozik a szelektív hívó, ezt be tudjuk kapcsolni, rákattintunk az üres mezőre, és a space gomb megnyomásával elő tudjuk hívni, hogy CTCSS, avagy DC kód legyen aktív nekünk, vagy még egy megnyomással ne legyen aktív. Én mondjuk most ide is kiválasztok valamit, mondjuk legyen ez az első kódunk. Ezek a fontosabb beállítási dolgok.
Ha ezt elvégeztük, akár egy másik rádiónak a memória tartalmából kinézve, nagyjából elvégeztünk mindent, de ahhoz, hogy látszódjon a rádión, fel kell töltenünk, de mivel ez olyan készülék, amiben különböző csoportokat tudunk elhelyezni, 16 darab memóriahely fér el egy csoportba, és ugye, mint írja fölül, 256 darab memóriahelyünk van, és 16 darab csoportunk, a rádió pedig a csoportokból dolgozik, ezért nekünk ezt az újra programozott felvett memóriát be kell raknunk a csoportba. Itt nekünk az egyes csoport az aktív, és ezt úgy tudjuk hozzárendelni, hogy beírjuk a hetes memória helyet ide a listába, és meg is jelent a tagnél a Moto 01 feliratunk, tehát már aktív. Tehát hiába töltjük föl a sort, hogyha nem rakjuk bele egy csoportba, akkor nem fog látszódni, hiába van a rádiónak feltöltve a memóriájába, használni nem fogjuk tudni, tehát mindenféleképpen rendeljük hozzá egy csoport group listához, és természetesen töltsük fel a rádióba, azt pedig itt a külső feltöltési ikonnal, vagy pedig a rádió gomb megnyomásával tudjuk elvégezni. El is indul a feltöltés. És komplett. Én most váltok külső kamerára, és megnézzük, hogy benn van-e a memória tartalomba, amit felvittünk. Itt is vagyunk. Moto 1 meg is jelent a memóriák között a hetedik helyen. Tehát ennyi volt a feltöltéssel, fel tudtuk rakni ezt az egy csatornát, úgyhogy a csoportba is bekerült, de most menjünk vissza a programozó szoftverhez. Ha visszajöttünk a programozó szoftverhez, itt is vagyunk. Nézzük a bővebb beállításokat, amik itt a rádión elvégezhetők. Ugye az analógot azt megnéztük, de mi van akkor, ha digitálisba szeretnénk állítani a memóriánkat? Akkor ugye, mint az előbb mutattam, bekattintunk a dig-analóg váltásra, és megjelenik a D betű. Ilyenkor a kolorkódot tudjuk választani, a kolorkód az analóg CTCSS DC-nek a megfelelője, 14 darab kódból tudunk választani, ez megint szabvány, tehát más DMR készülékeken beállított kolorkód itt ugyanúgy fog tudni működni, és hogyha direkt módot kikapcsolva, beaktiválva ki tudjuk választani, hogy átjátszó üzemmódot akarunk-e, vagy nem. Ha csak egymás között beszélgetnek a rádiók, tehát szimplex üzem van, akkor ezt nem kell bekapcsolnunk, ezt hagyjuk itt üresen, és ezt ne pliszkáljuk. Viszont az RX Group List a digitális módba mindenképpen kell, hogy ki legyen választva. Ezt erre azért van szükségünk, hogy kinyisson a rádió erre az adásra ezen a memória címen. Úgyhogy ezt is válasszuk ki az ide feltöltött adatok véget. Ugye mivel digitálisban vagyunk, a subaudiónál CTCSS vagy DC-t nem tudunk választani, de ha átállítottuk és a megfelelő beállítások megvannak, akkor ugyanúgy feltölthetjük a rádióra. Menjünk egy picit tovább. Ha bővebb dolgokat szeretnénk beállítani a rádión, akkor itt elhúzva tudunk állítani a zajzárnak az érzékenységén. Ez megint csak analóg módba működik. Százalékos érték nincs, fix előre beprogramozott értékek
vannak, ezt tudjuk kiválasztani. Be tudjuk kapcsolni az ARTS módot, amit külön tudunk programozni egy másik menüpontban. Az ARTS az a hatótávfigyelés. Ha több rádióval dolgozunk, akkor a rádiókon bekapcsolva egymás között kommunikálnak, és ha kimegyünk abból a hatótávból, amit még ők érzékelnek az elküldött jelek alapján, akkor jelezni fognak, hogy nem veszik a többi készüléket. Menjünk tovább. Itt a táblázatban tudunk még állítani az akkumulátor kimélő módot, be tudjuk kapcsolni vételi oldalon, és a teljesítmény fokozatok között tudunk még finomítani. Ugye van 1-es és 2-es teljesítmény fokozatunk, és ezen belül még tudunk állítani előre meghatározott értékeket. Ki is tudjuk kapcsolni, hogy ne legyen, és csak a nagyobbik teljesítmény fokozatot lehessen állítani, vagy pedig tudunk választani megadott, előre programozott fokozatok közül, tehát akár nagyon kis teljesítményt is be tudunk állítani. Ha nagy távolságot nem kell leküzdeni, akkor ez megint csak akkumulátor kímélést szolgál. Tehát annyi funkció van, hogy nagyon mindenre nem is biztos, hogy érdemes nekem kitérni most. Ami még fontos és érdekes, az a Vox funkciónak a bekapcsolása. A Vox funkciót vagy kikapcsoljuk, vagy folyamatosan bekapcsoljuk, vagy bekapcsolhatjuk egy külső gombnak az aktiválásával, tehát mondjuk a power gomb egyszeri megnyomásával, vagy valamelyik gombnak a megnyomásával. Tehát hozzá tudjuk rendelni egy gombhoz a Voxot. Ez abban az esetben jó, ha nem folyamatosan headsettel használjuk. Ilyen azt megint meg kell jegyezni, hogy a Vox funkció headsettel üzemel és headsettel él. Én most ezt kikapcsolom. Jó, nagyjából elmondtam az alap dolgokba szerintem mindent. A digitális programozás az úgyis egy picit komolyabb, összesebb tudás kell. Ami még fontos lehet, ugye a common felirat alatt tudunk több dolgot beállítani, amit itt most a táblázatban átnéztünk. Ami még esetleg érdekes, külön a funkciógomb, ugye a funkciógombhoz tudjuk hozzá rendelni az gyorsan elérhető funkcióknak a tárát. Itt akár egy csörgetést, vagy teljesítmény csökkenést, teljesítmény növelést, vagy akár, mint az előbb mutattam, a Vox funkciónak a kibekapcsolását is ki tudjuk rakni egy külső gombra. Ugye ez az oldalsó gomboknak, vagy pedig az első gomboknak a funkciója, ugye ez itt a front, jobb és bal, le és fel gomb, és a középső gomb, tehát a jobb oldal, a bal oldal és a középső gombnak a beállítása. Mivel 4 darab gombunk van, ami programozható, ezekre plusz 1-1-1 gombnyomásra való funkciót tudunk berakni, és egy hosszabb gombnyomásra is tudunk funkciót beiktatni, ezáltal 8 különböző funkciót tudunk előhozni a gombok programozásával, tehát nagyon szépen össze lehet hozni, hogy hasznos és gyors munkavégzés lehessen a rádióval. Könnyen lehessen dolgozni. Az extra dolgokat még itt a Commonba a set módnál tudunk a különböző shell-öt és shell 2 funkciókat bekapcsolni, plusz
beállítási módokat ki is tudjuk venni, hogy ne jelenjen meg a rádión. És a utility menüben lévő funkciókat is kivehetjük. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy megjelenjen az összes funkció, akkor ezt kivehetjük. Ha nincsen rá szükségünk, hogy a készülék használata közben valaki babrálja a menüt, akkor fogjuk és kikapcsoljuk a utilities-t, elmentjük és feltöltjük a rádióra így, ezáltal a rádiónak a menüjébe kevesebb menüpont lesz, feleslegesen nem piszkálja senki sem. Jó, a digitális módnál, mint megjegyeztük, ugye a digitális mód beállításainál szükségünk van az RX grupra, ez pedig nekünk itt volt elő, RX group list itt is van, és a hetesnél itt aktív is, ez az egyes. Ezt a digitális mód kontakt és RX group listánál tudjuk beállítani, és itt tudjuk kiválasztani, hogy milyen azonosító legyen benne ebbe a vételi csoportba. Ugye itt a rádiónak az ID azonosítóját kell megadnunk, és hozzá kell rendelnünk, akkor minden egyes olyan digitális memória tartalomhoz, hogy annak a rádiónak az azonosítójára azon a frekvencián kinyisson a készülék. Jó, továbbiakban mi az, ami még beállítható? Ugye mivel szöveges üzenetet is lehet küldeni, itt lehet előre felvenni a szöveges üzeneteket, amit majd utána a rádiónak a gyors menüjéből előhívva el tudunk küldeni a másik rádiókra. Digitális résznél még a programozásnak a nagy részét elő tudjuk hívni, de ez megint egy külön videót igényelne, úgyhogy én ebben most nem is térek bele. A nagy részét azt elmondtam szerintem. Rádiónak külön van egy visszaállítása, visszaállítási pontot is tudunk itt tudjuk állítani a Shell 2-t, Shell 5-öt és az egyéb kódolást még. Digitálist elmondtunk, ezen is végigmentünk, úgyhogy nagyjából ennyi. És ugye a file menünél tudunk menteni és visszatölteni memória tartalmat. Na, hát ezt még lehetne sorolni szerintem több 10 percen keresztül, de írás-olvasás megvolt, feltöltés megvolt, legfontosabb csoportba bevitel memória tartalmat megvolt, digitális analóg váltás megvolt, úgyhogy nagyjából hirtelen ennyi a memória programozásról. Hajrá mindenkinek! Sziasztok, egy Robi, pmrradio.hu, halihó!